Hello, sziasztok, Asszel vagyok, és ez itt a Metal Hellsinger nevű játék demója, sajnos még csak demó. Mit kell tudni erről a játékról? Ez egy ritmus alapú shooter, ami alatt azt értem, hogy a ritmusra kell lövöldözni, de meg fogjátok látni. FPS nézőben van, elindítjuk a demót. Én megmondom az őszintén, hogy csaltam egy kicsit, nekem már egy pici gameplay-en már van benne. Ugye imádom a Metal Zenét, úgyhogy ez nekem egy kapós volt, meg a ritmus játékokat is szeretem, Light Osu. Úgyhogy egy kicsit veszek le a hangból itt magamnak. Pedig amúgy nem szeretek levenni hangot. Bocsánat. Na szóval, nézzük, start demo. Megmutatom nektek a tutoriált, meg alapjában véve ez egy ilyen narratív story-driven game, amit Troy Baker narrál végig, majd a teljes játékban. Nem tudom, hogy itt a tutoriálban, meg a demo pályában ő narrál-e, de meglátjuk. Ja, lássuk a medvét. Na, mintha én nem tudnám, hogy miről van szó. De gyerekek, eszméletlen mennyire le tud kötni ez a játék. No, story. Don't know why I'm so happy remembering it. Her coming to get me and all, but I am. Nem tudom, miért voltam annyira boldog, hogy eljött értem, de valamiért az voltam. Amúgy ott mit csinálnak azok a démonok most úgy őszintén? Like a storm coming from far, far away. And I felt it in the air. Damn. Ami a ritmus alapról majd mindjárt beszélek, meg fogjátok látni, hogy mit értek az alapjai ritmus. Meg lesz az alap beat, ez a pum 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 pum. Itt látjátok is itt a célkereszt közepén, hogy jönnek ezek a nyilak, ugye az a ritmus. És ezt kell nektek lényegében a legfontosabban leütni. Na valahogy így. Na, csinálj egy négyet, akkor beatet. Köszönjük, emesek! Ugye shift a dodge. Wow! Jó, mondjuk a tutorial itt még annyira nincs értelme. Na, glowing enemies are vulnerable, szóval sebezhetőek a villogó ellenfelek. Nyomd meg az E betűt a ritmusra, hogy lemészárold őket. Ezt figyeljétek. Osz! Oda mész, bazd meg, azt leszabdalod, bazd meg, mint a hétvégi cotár. Azaz, pű. Adjad neki. Nem tudjuk a karakter nevét egyelőre. A koponya, akire eljöttünk, a Paz névre hallgat. You see, the whole universe has a rhythm. Well, it's my pulse. And when I'm with her, we sort of become one. Her music is my music, and my voice is her voice. Hát a koponya fontos egyébként, majd meg fogjátok tudni, hogy miért. Na, ez meg egy olyan kapu, amit addig nem tudsz kinyitni, ameddig minden ellenfelet meg nem öltél egy adott területen belül, amit lezárt. Ott van! Ez az! Best can be used for keeping fury up. Ja igen, a fury meter, ez lesz fontos. Ugye minél nagyobb, annál nagyobbat sebzel rájuk. Főleg akkor, hogyha a perfectre nyomod le a beatet. Ugye ezt majd meg fogjátok látni. Itt van a Fury Meter,
hogy ez minél magasabb, ugye annál pörgősebb lesz a zene is, ugye, hogyha 16-os, az maximum lesz a izé, akkor 16-os lesz a izé, a millimeter, akkor üt be a vokál. Akkor lesz aztán igazán baszó az egész. Azt mondja, fury increased by doing action zombie. Perfect is the most. Jaj, ha csak perfect, de ugye az adja a legtöbb fury. Da! Azad! Előre látom, hogy nagyon szokjás nyelvítmény volt, de nagyon nem fogok kommentálni. Minden tutorial információt megtaláltak a kompendiumban. Ez volt a tutorial. That's destiny for you. Can't unlock an anguish gate without breaking few monsters. És akkor most jöhet a lényeg, gyerekek. Ugye egy pálya elérhető a demóban, amit elérhettek Steamen. A demo ingyenesen játszható természetesen, hogyha kedvet kaptok hozzá, akkor látogassatok el a Metal Hellsinger Steam oldalára, töltsétek le és zúzzatok. Na, akkor egyetlen egy pálya, Stygia. Let's go! Én nagyon nem fogom kommentálni a dolgokat, mert koncentrálni kell, különben kiesik a ritmusból, minél tökéletesebben akarom csinálni a dolgot. Van egy leaderboard, ugye azt kell megmászni, majd meglátjátok a végén. Na, Enter Hell. Stygia, beat Alice, survive blues of Arch Enemy. I remember this place like it was yesterday. Hogyha valamelyiketek ismeri, akkor tudja, hogy mennyire lesz egy kibaszott epic. Rongyosra hallgattam ezt a zenét különben a hétvégén. I reckon we'll see lots more of her.
souls here makes a kind of electricity. Sticks crystal. Good for him. They were ready for us. At least they tried to be. Coming over. Chaos ain't quiet. I can't even mean that the phone took here. Értitek, miért nincs játék?
azt a streakemet. Judge's second aspect just wait for us. No. The judge was an awful soul. De kicsit levegőhöz juthatunk. Ugye látjátok, itt van fenn a jobb felső sarokban az, hogy mennyi pontot értél el eddig. Itt van a hit streak. Azért élvezzük már kicsit ki a zenét. Na, hadd szóljon. Hát tudjátok, hogy mi jön ugye minden pálya végén. Boss fight. Erre a revolvereimet előveszem. Ezek a legepikebb fegyverek ebben a játékban, kérdemben eddig a demóban. Az nem tudom, hogy mennyi variáns van a fegyvereknek a teljes játékban. Ez volt a demo, sajnálom. 91%-ot volt a Fury-ban. Hát, ennél tudtam már jobban is. 5 millió? 6 millió? Nem már! Hát a kommentár miatt ugye nem tudtam annyit fókuszálni, úgyhogy, ja, nem ez volt a legjobb ránom. Mindjárt meglátjátok, hogy mennyi. Ugye itt van a ide a leaderboard. 6365-dik vagyok, 8.122.380-es high score-ral. Úgyhogy van még mit fejlődni, és fogok is fejlődni, mert nagyon fogom játszani ezt a játékot a megjelenési napjáig. Úgyhogy ja. Na de, ennyi lett volna a Metal Hellsinger. Írjátok le a véleményeteket, hogy mit gondoltok erről a játékról, hogy a zene tetszette, hogy szeretettek mennyire lehet jövője ennek a típusú játék stílusnak, mert szerintem igazából
hogy mondjam, egyedi adott formában, mert nem nagyon csinálnak sokan ilyen játékot, talán egy vagy kettő olyan játék van, ami hasonló dologat tapogat bele, de FPS shooter, ami ritmusra megy, azért szerintem egyedi, és kíváncsi lehet a sztorijára is, hogy őként eredek mivel, hogy sztorija, elég deep sztorija lesz a játékok elméletileg, úgyhogy majd meglátjuk, de minden esetre köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszett, és találkozunk legközelebb, addig is sziasztok!